Jogananda, Krisztus második eljövetele. A benned létező Krisztus életre keltése. Első kötet. Hatodik fejezet, az apostolok elhívása. Jézus az ember és Jézus a Krisztus. Harmadik részlet. Az emberek évszázadokon keresztül keresték a messiást, vagy Krisztust, aki a lélek figyelmét az anyagvilág parányi részeire irányított tudatosságról, mint például a haza, a társadalom és a család, a Krisztus tudatosság minden hatóságára irányítja. E korszakok során, amikor az emberek lelkei ahelyett, hogy a Krisztus tudattal azonosultak volna, az egyéni, családi, társadalmi és nemzeti tudatba gabajodtak bele, korlátoltakká váltak, ami sok nyomorúságot eredményezett. A családi tulajdonhoz való vak ragaszkodás önzéshez, veszekedéshez, az állandó birtoklás téveszméjéhez, harmóniátlansághoz, aggodalmakhoz és hasonlókhoz vezet. Az úgynevezett vak hazafiság kereskedelmi kapzsiságot, a mások tulajdonának elrablása iránti vágyat és szörnyű háborúkat szül. Miután a lelkek a különböző inkarnációkban ismételten családi, társadalmi és nemzeti bajok által szenvednek, automatikusan vágynak arra, hogy megszabaduljanak a nyomorúságtól, és vágynak arra, hogy a krisztusi megváltó által megtalálják a felszabadulást. A Bhagavad Gita azt mondja, hogy az önfelszabadító lelkek újra és újra Isten hordozóiként szolgálnak, és azért küldi őket a földre, hogy kifejezzék a krisztusi tudatot, hogy segítsenek az anyagba gabajodott lelkek felszabadításában. Isten soha nem teremtette magát emberré, aki ki volt téve a testi és szellemi korlátoknak. Ha Isten megalkotta Jézus Krisztust, mint fiát, aki már eleve teljes és tökéletes, akkor Jézus Sátán általi kísértései és Sátán feletti győzelme nem más, mint isteni cselekedet. Krisztusnak, aki már túl volt a halálon és a kísértéseken, nem lehetett szüksége lelki erőre, hogy legyőzze azokat. Ezért Jézus, mint Isten tökéletes fia, nem lehetett példa számunkra. Jézus egy felszabadult élek volt, az egyik legnagyobb, aki valaha a Földön járt. Sok inkarnáción keresztül küzdött, hogy eljusson ebbe a krisztusi állapotba, és akkor ebben a krisztusi állapotban, amikor anyagból álló nagyszerű testének minden atomsejtjében érezte a tudatosságát, már tudott az emberiség megváltójaként cselekedni. Csak ebben az állapotban képes bármely lélek érezni tökéletes azonosságát Istennel. Maga Jézus mondta, hogy mindazoknak, akik befogadták őt, azaz eléggé fejlettek szellemileg, valamint spirituálisan eléggé átlényegültek, azoknak megadta az erőt, hogy Isten fiaivá váljanak. András szavaiban találjuk először a Jézus és a Krisztus közötti különbségtételt. Oda vitte Jézushoz, Simon Pétert, aki rátekintve így szólt. Te Simon vagy, Jóna fia. Téged Kéfásnak fognak hívni, ami annyit jelent, kőszikla. Jézus látta Simon Pétert, és megjósolta, hogy a lelki élete erős lesz, mint a kő.